Üdvözletem mindenkinek, itt újra Gred. Fú, de nagyon régen volt már videó. Most azonban kaptam tesztelésre a Vaporesso jó voltjából egy ószmal terméket, egy ószmal podot. És ezt szeretném most nektek bemutatni, hogy mégis mit tud a kicsike. Jó, van még benne valamennyi likvid, azt néztem most gyorsan meg, hogy nehogy kifogjon és dry hitet kapjak esetleg, vagy valami hasonló. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan néz ki maga ez a készülék. Most nem teszem le ide a mobilt, mert annyira nincs is értelme, mert nem olyan nagy felépítéssel rendelkezik ugye ez a kis cucc. Itt hátul található egy indikátorjelzés, tehát hogyha szívod. Ott világít azon a hátulján, azon a részen. Alul található egy mikro USB-s bemenet. Itt található a Vaporesso Ószmal felirat. Sorry, játszótér van itt oldalt, úgyhogy ezt nem tudom máshogy megoldani. Hogyha ezt kihúzod, ugye ott belül vannak a mágnesek, hogyha ezt kihúzod, ennek a felépítése úgy néz ki, hogy itt van fölül a szipka, itt belül a kettő darab mágnes, ugye amivel ott tartja a cuccokat. 1,2 ohmos ellenállással rendelkezik ez a porlasztó, ami éppen benne van. Sőt, nem is lehet cserélni, ugye a porlasztó fejet kell magát cserélni. Hogyha ezt fölnyitod, itt az oldalán található a liquid beöntő nyílás. Nem tudom, hogy mennyire jó ez, hogy pont az oldalán található, de minden esetre talán valamivel jobb, mint hogyha a legalján található, már akkor, hogyha esetleg valami teresztene mégis, akkor nem egyből ide alulra ömlik be a liquid, de hát még egyáltalán nem eresztett semmit, úgyhogy teljes mértékben jó a cucc. Itt található maga a doboza. Ugye a dobozon rá vannak írva mindenféle paraméterek, amiket el tudtok ti is olvasni, de azért én is elmondom, hogy 2 ml liquid kapacitására alkalmas. Egy 350 mA-es aksi található benne. A ugye benne lévő porlasztó 11 watt-tal dolgozik. Ugye azt már mondtam, hogy 1,2 ohmos ellenállás is benne van. A paramétereit most minek mondjam el? Dimenzióját, tehát hogy milyen széles, milyen nagy, 84,2x26,5x13,4 mm-es lényegében, de azért mégis elmondtam, mert azért ez is fontos egy ilyen terméknél. A benne található dolgok, azok nem mások, mint egy aksi, tehát ez a része, ez maga az aksi, ez az alsó kék része. Egy 1,2 ohmos ellenállású podfej, tehát ez. Egy USB töltőkábel, egy használati útmutató és egy figyelmeztető kártya. De ezt gyorsan meg is nézzük. Ugye itt a hátulján vannak a papírok, amiket mindjárt megmutatok. Hogyha ezt kihúzod, található benne a töltőkábel, ami éppen kiesett most. Tehát egy mikro USB-s töltőkábel található benne. Hogyha ezt kinyitod, akkor itt minden jóságot el tudsz róla olvasni, amit amúgy is már elolvastál hátulján, meg amit már be is mutattam. Tehát egy ekkora papír található benne, ami tényleg mindent leír, hogy mit, hogyan lehet alkalmazni rajta, hogyan kell tölteni, hogyan tudod megmókolni a dolgokat. Itt található maga a warranty card, és található egy laser anti-counterfeiting label instruction. Tehát még egy ilyen is, ilyen kábel is, kártya is található benne. Pozitív, negatív dolgokat azért gyorsan elárulom róla. Amik nem mások, mint ez egy pod. Ugye a podokhoz nyilván nem kell olyan nagy szaktudás, mint egy porlasztós vagy egy felújíthatós tankhoz, tehát ezt megveszed, feltöltöd és szívod.
Akkor a gőz nem tud kiadni, mint egy másik fajta pod, amit már előzőleg videót csináltam róla, ugye a Target PM80-as, mert lényegében ugye ez is pod, meg ez is pod, és van különbség. De mivel ez valamivel nehezebb, illetve 80 wattot is tud kiprodukálni magából, ez meg csak 11 wattot, úgyhogy ahhoz képest azért jó ez a kis pod. A pozitivitása, nem olyan régen használom, úgyhogy még annyira nem tudok belemenni a dolgokba, mert mondták, hogy nagyon gyorsan el kell készíteni a videót, úgyhogy annyira jól nem tudtam letesztelni a dolgokat, de minden esetre maga ez a kicsi készülék, ez elnyerte a tetszésemet, annyira nem, de azért jó mégis, mert praktikus, mert kicsi. Azon kívül az ízvilágot, az a baj, hogy nekem a podok nem adják annyira jól vissza, mint a többi fajta elcigik. Úgyhogy tényleg, aki kezdő, az nyugodtan meg tudja ezt vásárolni. És más nem is tudnék róla elmondani, ugye a hátulján ott volt minden. Most azonban jön az izgalmas része, ugyanis küldtek nekem még egyet. Tehát 2 darab Vaporesso ószmalt küldtek nekem, és ezt a fajta ószmal terméket szeretném kisorsolni. A sorsolás pedig a TikTok fiókomon fog zajlani, illetve hogyha itt is, meg ott is elérjük a 10K-t, akkor fog elkezdődni a sorsolás. A sorsoláshoz nincs más dolgotok, mint ide feliratkozni, a TikTok fiókomra feliratkozni, illetve egy kommenttel jelezni, hogyha már fel vagytok, illetve hogyha feliratkoztatok. Tehát ezt a fajta Vaporesso ószmal terméket tudjátok megnyerni tőlem. A sorsolás az ugye akkor fog megtörténni, amikor elérjük a 10K-t mind a kettő helyen. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót. Én Gred voltam, és ezt a videót nem vágom meg, mert mindent tömören jól el tudtam mondani talán. Hogyha esetleg valamilyen kérdésetek van erről a termékről kapcsolatban, akkor nyugodtan a komment szekcióba jelezzétek. Hát jó van, ilyen nyelvbotlások azért előfordulnak nagyobbakkal is, akik megvágják a videót, de most én nem fogom ezt megvágni, mert minek? Még egyszer hangsúlyozva, mert minek? Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, aki megnézte ezt a videót. TikTok fiókomat megtaláljátok a leírásba, illetve ezt a YouTube csatornát is már talán valamilyen szinten ismeritek, úgyhogy ide egy feliratkozás, oda egy követés, aztán komment, és esélyesek lesztek arra, hogy megnyerjétek ezt a Vaporesso ószmal terméket. És köszönöm még egyszer a Vaporessónak, hogy eljuttatta hozzám ezt a készüléket. Leírásban ott lesz, ahol meg tudjátok venni ezt a készüléket. Én Gred voltam. Szevasztok!